esti témánk a biológiai balkezesség jelentősége a germán gyógytudományban, és most az ektodermális programokról beszélünk. Ez már a második része ennek a témának. Viccesen azt tudnánk mondani, hogy a balkezesek annyira komplex, összetett lények, hogy egy webkonferencia alatt összesen lehet foglalni azokat a programokat, amiket egy biológiailag balkezes meg tud élni. De mit jelent a biológiai balkezesség? Egyáltalán miről van szó? Mi az, hogy germán gyógytudomány kifedezte fel, melyek az alapelvei? Ezeket ma este is el fogjuk mondani, hiszen szeretnénk, hogyha mindenki akár már hallgatott germán gyógytudomány webkonferenciát, akár most van itt először, a lényegét, a velejét megérti, átérzi ennek a jelentőségét, és remélhetőleg elkezdi, ha nem is ma estétől, de holnaptól az életjobbító programjainak az első lépését. Én nem is szaporítanám a szót, a téma azt hiszem, hogy sokunkat érdekel. Én azt ígértem múlt hét kedden, hogy ma egy kicsit a lelki hátterét is megpróbáljuk megvilágítani, hogy milyen embertípus a biológiailag balkezes, mindenféle sablonosítási szendékot kizárva szeretnénk bemutatni, hogy hogyan éli meg a konfliktusait egy biológiai balkezes a germán gyógytudomány tükrében. Fogadják az előadót nagy szeretettel, aki ma este is dr. Budai László Károly, szabad foglalkozású orvos, természetgyógyász, germán gyógytudomány terapeuta. Nagy szeretettel köszöntök én is minden hallgatót a Kárpát-medencén belül és azon túl is, egész Ausztráliáig. Ismételten egy érdekes téma kerül megbeszélésre, hiszen a biológiai balkezesség érdekessége pont az ektodermális programokban van, és ezért nem szerettem volna csak tényszerűen felsorolni a különbséget és azokat a különlegességeket, ami a balkezesekre vonatkozik, úgyhogy ezért lett két webkonferencia is. Nyilván, hogy ektoderma meg mezoderma, ezek a szavak azoknak ismerősök, akik egyáltalán hallottak már a germán gyógytudományról vagy embriológiáról, de nagyon röviden összefoglalom a öt természettörvényt, pontosan azért, hogy érthető legyen bárkinek, aki csak ezt a webkonferencia anyagot hallgatja meg, hogy mi is az, hogy ektoderma, és mi az, hogy balkezesség, mert hát vannak, akik ennek semmilyen jelentőséget nem tulajdonítanak. Nos, a germán gyógytudomány atya, dr. Rike Gerd Hammer, az a fantasztikus orvos, teológus, fizikus, feltaláló, aki a saját családi tragédiáján keresztül tapasztalta meg a természettörvények igazságát, mégpedig annak kapcsán, hogy a 19 éves fia a karjai közt halt, meg pedig 111 napon keresztül küzdött az életeért. Mondom, részletekben nincs időm belemenni. Az öt természettörvény részletezésénél azért bővebben kitérünk a körülményekre. Tehát ez történik 78. december 7-én, és következő év 79. februárjában Hammer doktornak már heredaganata van, és elgondolkodik rajta, hogy kell valami kapcsolat legyen a fia elvesztése, halála és az ő heredaganata között, mert hát addig teljesen egészséges volt. A onkológiai osztályon belgyógyászként dolgozott éppen, tehát 200 daganatos beteg kikérdezése után jelentette ki Hammer doktor az első biológiai természettörvényt, amit a rákvas törvényének nevezett, és magába foglalja a DHS kritériumait, ami csupán annyit jelent, hogy Dirk Hammer szindróma, ugyanis a halott fia Dirk Hammer emlékére és tiszteletére nevezte el azokat a körülményeket, amelyek valóban elindítanak egy daganatos folyamatot bennünk, DHS-nek. Itt két dologról is szeretnék rákérdezni. Az egyik az, hogy hogyan fedezte fel Hammer doktor ezt az első természettörvényt,
saját esetéből, saját megbetegedéséből indult ki? Igen, a saját esetéből okulva gondolkodott el, és 200 beteget kikérdezett. És kiderült, hogy mind a 200 betegnél egy váratlan, meglepetésszerű lelki dráma történet indította el azt a biológiai választ, ami az agy közvetítésével történik, vagyis feltárja számunkra a lélek agy szerv tengelyt. És ezzel az új megközelítéssel gyakorlatilag az eddigi elképzeléseket, mert ugye elképzelések, hipotézisek voltak arról, hogy a rák hogyan alakulhat ki, és kiderült, hogy nem azok a tényezők felelősek a daganat kialakulásáért, amit még ma is tanítanak az egyetemeken, hanem egy fel nem oldott érzelmi megrázkódtatás, nagyon súlyos, ami váratlanul ért minket, és ilyen mindig lesz az életünkben, lehet ma is volt, lehet holnap is lesz, de csak és kizárólag tőlem függ az, hogy mennyire magányosan elszigetelten élem meg, és meddig maradok a konfliktusban. Tehát nem ismeretlen eredetű, nem rossz indulatú dolgokról van szó, hanem egy fel nem oldott lelki megrázkódtatásról, ami viszont elindít egy biológiai választ bennem, hiszen az agy közvetítésével szervi szinten a sejtekre és a működésünkre fog hatni ez a bizonyos válasz. Nagyon lényeges, hogy a konfliktus pillanatában a sinek, vagyis a körülmények is rögzülnek, és ezután ezek a sinek, emlékeztető körülmények már újabb konfliktus nélkül is képesek beindítani a biológiai programot. Ez egy nagyon lényeges felismerés, hiszen ez fogja magyarázni a krónikus betegségeknek a létezését és annak megoldását is természetesen, mert a sinek mindig a konfliktus körülményeit mutatják meg, tehát így könnyebb megtalálni, hogy mi is volt az az adott konfliktus. Az EBK itten a rövidítésben értelmes biológiai különprogramot jelent, mert mint mondtam, nem rossz indulatú és ismeretlen betegségekről beszélünk, hanem értelmes biológiai különprogramokról, amelyek különben nem indulnak el, csak ha mi benne ragadunk a konfliktusban, és nagyon magányosan, elszigetelten éljük meg azt a váratlan eseményt, ami talán holnap is szembe jöhet velünk. Tehát az első természettörvényben, a rákvas törvényében nem csak az van benne, hogy mi az, ami megbetegít minket, hanem az is benne van, hogy mit tehetünk azért, hogy meg se betegedjünk. Ezt már 2000 éve megfogalmazták, úgy szólt, nem újjék el nap a te haragoddal. Viszont azzal mindenki egyet tud érteni, hogyha 5 embert kirúgnak a munkahelyéről, akkor nem ugyanúgy fognak megbetegedni. Vagy lesz olyan, aki meg se betegszik. És ez azért van, mert mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Ezt a történetet, ami Hammer doktor könyvéből való, a 40. eset, vagy a Női Biológiai Programok című előadásban részletesen kifejtem. És mivel mindenki maga éli meg a konfliktusát, ebből következik, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Nem véletlenül ez a weblap fő üzenete, hiszen senki nem tudja megmondani a beteg helyet, hogy az adott helyzetben ő mit élt meg. Ezt csak a beteg tudja elmondani, tehát, és a beteg fogja tudni ezután megoldani. De ha nem tudjuk, hogy mit kell megoldani, akkor természetesen a beteget kell megkérdezni mindenről, és a beteg döntése az, ami valójában elvezet a megoldáshoz. Hammer doktor a második természettörvényben a tünetek osztályozása alapján rájön, hogy ezek az értelmes biológiai különprogramok két szakaszban zajlanak, amint látjuk itt a három függőleges vonal között. Az első és második függőleges vonal között van a konfliktus aktív szakasz, ami természetesen a DHS indít el, mert volt egy váratlan eseményem, amiben benne ragadtam. Ez addig tart, ameddig benne maradok a konfliktusba, és ez alatt stresszhez hasonló tüneteket fogok megélni,
és ehhez igazodó biológiai válaszokat, hideg, kéz, hideg, lábemelkedő, vérnyomás, emelkedő, pulzusszám, és nyugtalan alvás, étvágytalanság. Amikor megérkezik a megoldás, a konfliktus megoldását jelenti, beindul a megoldást követő szakasz, és ennek három része van, látjuk a két pirossal jelzett szakasz között, van egy kék színű szakasz, és mit jelentenek ezek? Valójában, mikor megoldottuk a konfliktust, beindul a biológiák gyógyulása a testi szinten, a sejt szinten a szövetek rendezése, csak hogy ez mindig gyulladással jár. Ezért piros szín az, ami itt dominál, és nyilván ezt a vegetatív idegrendszer működését tekintjük, itt a vagotónia, vagyis a paraszimpatikus idegrendszer túlsúlya a jellemző, míg a konfliktus aktív szakaszban a szimpatikus idegrendszer túlsúlya volt jellemző, erre se tudok most részleteiben kitérni. A lényeg az viszont, hogy itt érezzük magunkat betegnek, amikor már éppen gyógyulunk, és kaphatunk olyan gyógyszert, ami pont megakadályozza a gyógyulásunkat, vagy éppen egy szteroid injekcióval visszatesznek hormonálisan, nem érzelmileg, hormonálisan a konfliktus aktív szakaszba. Nyilván elmúlik a fájdalom egy időre, de újra jelentkezik, amikor a szöveteink a megoldási szakaszba jutnak. A gyulladásról mindenki tudja, hogy fájdalommal, melegséggel, duzzanattal jár. Ez a duzzanat nem csak szöveti szinten, hanem agyi szinten is megjelenik, ezért lesz fejfájásunk. Viszont nem tart örök időkig ez a folyamat, ha csak el nem akasztjuk mi tudatlanságból ezt az egészet, és akkor krónikus fájdalom szindrómáról is beszélhetnénk. Szóval ez magától tovább rendül, és elérkezünk az epileptoid krízisbe, ami nem epilepsziás görcsroham, hanem epileptoid krízis. Az epilepsziás görcsroham, azt mindenki ismeri és tudja, hogy az egy eszméletlen állapotban izomrángásokkal járó rosszul létet jelent, amikor is a vizelet magától távozik, de annak a kiváltó oka mindig egy olyan DHS, ami mozgással kapcsolatos konfliktus volt. Nyilván, hogy ennek megkülönböztetéséért az összes többi programnál nem epilepsziás, hanem epileptoid krízisről beszélünk, és ennek ez a lényege, hogy ilyenkor az agyi központ helyre jön, kipréselődik belőle a felesleges vízmennyiség, a szöveti szintről is kipréselődik a vízmennyiség, és következik utána a befejező szakasz, a megoldást követő fázis befejező szakasza, mégpedig a hegesedési fázis. Miért is van erre szükség? Az exudatív fázist nevezhetném egy vizes fázisnak. Olyan ez, mikor frissen leöntjük a betont és várjuk, hogy megkössön. Ugye senki se örül, ha ilyenkor valaki végig sétál a frissen leöntött betonon. A hegesedési fázis az, ahol ez megköt, vagyis ahol a szöveteink rendbe jönnek, megerősödnek, és azért jelenik meg itt is a fájdalom, hogy maradjunk nyugton, és várjuk meg a gyógyulás végét, ami mindenképpen bekövetkezik, ha ismételten mi ezt el nem akasztjuk. Akit érdekel az, hogy miért akad el a gyógyulásunk, ezzel a címmel is talál webkonferencia anyagot, kérem nézzék meg, és 10 pontban összegyűjtve mindezt megtaláljuk. A harmadik természettörvényt és a negyediket szinte egy időben találta fel Hammer doktor, mégpedig pont azzal, hogy visszalapozott az alap tantárgyakban, mégpedig az embriológiában fejlődés történet. Ugye mindenki tudja, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. A túlélés érdekében tehát vagy sejteket fogunk szaporítani, itt a konfliktus aktív szakaszban, ezt jelzi itt a sárga szín, de a feleslegessé vált sejteket lebontjuk a megoldási szakaszban megfelelő segítőkkel természetesen és gyulladásos körülmények között. Olyan is van, hogy a konfliktus aktív szakaszban sejteket sorvasztok, akkor ez a sorvadás tünetmentesen történik meg, viszont a megoldási szakaszban a visszaépítés fájdalommal fog járni. A fájdalomról is van egy külön webkonferencia, és abban fog kiderülni, hogy melyek azok a programok,
amelyek már a konfliktus aktív szakaszban fájdalmat okoznak. Ezek veszélyes történetek, jó lenne ezt is megnézni, hogy ezzel tisztában legyünk, hogy mi az, amit azonnal meg kéne oldani, és mi az, amivel esetleg várhatunk. Ha fellépett a fájdalom, már tudom, hogy most megoldási szakaszban vagyok, vagy konfliktus aktív fázisban. Nagyon nem mindegy, mert ugye, ha ismerem a betegségek lefutásának görbéjét, a Hammer iránytűt, tudom, hogy hol tartok, azt is tudom, hogy mikorra fogok meggyógyulni. És van működésváltozás konfliktus aktív szakaszban, ami bizonyos működésnek a fékezését jelenti, viszont ez a megfékezett, visszafogott működés a megoldási szakaszban helyre fog állítódni. Ez egy teljesen egyszerű, megérthető rendszer, és a hihetetlensége pont az egyszerűségben rejlik, mert azok, akik 6 évet kínlódtak egyetemen plusz 3 évet még egyetem után, nem akarják elhinni, hogy egészen egyszerűen így működünk. Én is így voltam ezzel, csak hogy mivel a tények, illetve a történetek bizonyították számomra, hogy Hammer doktornak igaza van, ezért beleástam magamat én is Hammer doktor tudományába, hogy tanuljam meg az ő gondolkodását, és az ő gondolkodása alapján kapjak eredményeket. A megdöbbentő képet mutatom, ami számomra, mondjam, azt a megvilágosodást hozta ebben a témában, hiszen itt Hammer doktor pont arra az embriológiai összefüggésre mutat rá, ami megmagyarázza, hogy nincsenek bennünk áttétek. Láthatjuk, hogy minden sejtünk, minden szövetünk egy bizonyos csíralemezből származik, sárga-narancs-piros színekkel jelölve a belső, középső és külső csíralemezt. Nos, a sárga színnel jelölt belső csíralemez vagy endoderma mindig a falat konfliktusokkal foglalkozik, az agytörzs irányítja ezeket a sejteket, a táplálék, a levegő, a víz, a fény és hangfalatok megszerzéséről szól. Tessenek a falat konfliktusokról szóló webkonferencianyagban utána nézni a részleteknek. Mindig előbb építünk, utána bontunk sejteket. A középső csíralemez sejtjeit két idegi központ irányítja, és kétféleképpen is működnek. Azok a sejtek, amelyek az ősi mezodermából származnak, az a kisagy irányítása alatt állnak, ezek is előbb szaporodnak, majd felesleges sejtek lebontódnak a megoldási szakaszban. Akkor, amikor a félelmünk egy vélt vagy valós támadás, illetve túlzásba visszük az aggódást. Ezekre a félelmeinkre a kisagyi programok fognak választ adni, tessenek megnézni a vélt vagy valós támadásról szóló előadást. A narancssárga kifliszerű képlet itten a fehér állományt jelzi, ami, mint látjuk innen, a nagy agyból hiányzik, ott foglal helyet középen a agykéregen belül, tehát ez a fehér állomány vagy agybelőnek nevezett idegi központ az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseinknek lesz a felfogója és irányítója. Az önleértékelés önpusztítást jelent, kérem szépen, és az önpusztítás a mozgással kapcsolatos szövetekben történik meg. Itt látjuk középen a csontrendszert ábrázolva, hisz ez adja minden mozdulat alapját. A csontokat ízületek innak kötik össze, ez a második szövet, a harmadik az izom, a negyedik az erek, az ötödik a kötőszövet, zsírszövet, ami mindig először sor van, mert önleértékelés, önpusztítás, vagy megoldásban fájdalommal visszaépül, a fájdalom elmarad visszaépülésnél a zsírszövet esetén. A külső csíralemeznek a sejtjeit az agykéreg irányítja, itt látjuk az elválasztási konfliktus ábrázolását a piros babán, hiszen az a réteg, amit mindenki lát a bőrének a legkülső része, az ektodermális külső csíralemezből ered, és ez választ el minket a külvilágtól, tehát az elválasztási konfliktusok mindig a külső bőrön jelennek meg, ugyancsak először sorvadással, érzéketlenséggel, hűvösséggel, zsibbadással, ezt neurodermitisnek szokták diagnosztizálni, majd a megoldásban érkeznek a gyulladásos tünetek fájdalommal.
Az agykéreg nem csak az elválasztás, hanem a birtok konfliktusokkal is foglalkozik. Természetes, mind a birtok konfliktusokról, mind az elválasztási konfliktusokról egy-egy külön előadásban tájékozódhatunk. És ugye az agykéregből indulnak ki az akaratlagos mozgások, az izmok biológiai programjairól is van webkonferencia, és az érzékszervekről is, úgyhogy amelyek szintén az agykéreg irányításával működnek, és ide érkeznek be azok az információk, amit mi képnek, hangnak, íznek, illatnak, stb. Érzünk. Nos, még egyszer felhívom a figyelmet, hogy itt rend van és hierarchia van, nem demokrácia, mint a társadalomban, tehát itt nem mászkálnak a sejtek jobbról balra, nem mennek szavazni, nem fognak váltani sem kormányt, se pártot, se idegi központot. Úgyhogy ha ezt a biológiai rendet megértjük, akkor megnyugodhatunk, hogy nem fog a prosztata sejtünk csontsejté alakulni, vagy egyéb ilyen őrültségeket nem fogunk már elhinni. Elnézést, ezek biológiai képtelenségek. A negyedik természettörvényben Hámer doktor volt az, aki rámutatott, a bennünk élő mikroorganizmusok és a csiralemezek közötti kapcsolatra. Ugyanis a gombák segítenek nekünk a belső csiralemezből származó programok felesleges sejtjeinek a lebontásába, tehát a falat konfliktusoknál. A TBC baktériumok vagy mikobaktériumok itt a kettő között segítenek az ősi mezodermális sejtek lebontásánál, tehát írha, melldaganat lebontása, burkoknak, hashártya, mellhártya, szívburok lebontása. A baktériumok segítenek visszaépíteni a mozgással kapcsolatos szöveteinket gyulladásos folyamatok kíséretében, természetesen a megoldási fázisban, és a vírusok segítenek visszaépíteni az ektodermális külső csiralemezből származó sejtjeinket, tehát a birtok és elválasztási konfliktusok kapcsán, és hogy ne csodálkozzunk, ha humán papillomavírust mutatnak ki mészáj nyálkahártyán, mert az is ektodermális, és semmilyen oltás nem fogja megoldani senkinek sem a féltékenységgel kapcsolatos érzéseit, tehát nem oltás, hanem konfliktus feloldás az, ami valójában megoldást jelent, természetesen aki nem akarja konfliktusát feloldani, nem akar változni, nem akar másképp tekinteni önmagára és a többi emberre, mint ahogy ezt eddig tette, ott semmilyen változás nem fog megtörténni. Ugyanis a germán gyógytudományban a beteg az, aki az egészet irányítja. Mi el tudjuk mondani az összefüggéseket, tudunk javaslatot adni a megoldásra, de hogy ezt a beteg megcsinálja vagy nem csinálja, ez csak tőle függ. Azt is tudnunk kell, hogy a betegségeinkből azért lesznek krónikus betegségek, mert ugye, mint már említettem, nincs feloldva érzelmileg a konfliktus, ezért a sínek gondoskodnak róla, hogy ne gyógyuljunk meg, vagyis hogy újra és újra indítsuk a programot. Itt a legalsó szinten a krónikus fájdalom szindrómának látjuk a képletét, ábrázolását, hiszen dominál a piros szín, ezek a kis kék szakaszok csak a sűrű sínre kerüléseket jelentik számunkra, tehát egy állandó gyógyulási szakaszban vagyunk. Ha van ideje kifutni a programnak, mert ritkábban jönnek a sínek, a középső ábrán láthatjuk, hogy ezek ismétlődő, visszatérő, recidiváló betegségek lesznek, amit Hammer doktor policiklikus lefolyásnak nevezett, és vannak meg nem oldott konfliktusok, vagy függő konfliktus aktivitások, mert folyamatosan benne vagyunk abban a helyzetben, azokban a körülményekben, amelyeket pokolként élünk meg, és természetesen ez abszolút nem támogatja a túlélésünket, hiszen ezek a folyamatok teljesen lemerítik a biológiánkat. Tehát minden krónikus betegség valamely módon zajlik, itt van az ábra, és ugyanannak a konfliktus által kiváltott biológiai programnak más-más lesz az elnevezése az orvosi rendelőben, az szerint, hogy a
három szakaszból mi történik. Például a felső szakasz egy csípőizületnek az elkopását jelenti, már csont a csonttal érintkezik. A következő visszatérő recidiváló gyulladás következménye lesz a coxartrózis, vagyis degeneratív elváltozások indulnak el az izületben, és természetesen más szövetekben is. Ez pedig az állandó gyulladás, tehát coxartritiszt fogja jelenteni, ami szintén az izületnek a tönkretételéhez vezet, csak éppenséggel folyamatos fájdalmunk van. Nos, a Hammer doktor az 5. természettörvénybe 1994-ben tette fel a koronát a munkájára, hisz rámutatta arra, hogy a biológiában is rend van, már mint a természetben, nem csak a testünkben, hanem a természetben is rend van, hiszen minden, ami él, az élni akar. Ugye, ez mindenki számára egyértelmű, talán nem óhatja senki sem, hogy bebizonyítsam, hogy a bogár is, meg a növény is, meg a szarvas is azért van a Föld nevű bolygón, mert élni szeretne és a fajt fenntartani. Gondolom, ez mindenki számára egyértelmű. Nos, ha ez így van az állatvilágban, akkor a mi testünk is ugyanígy működik, és minden, ami bennünk történik, az a túlélésért és a faj fenntartásért történik. Kérdés, hogy értem, vagy nem értem, hogy mit tesz a biológiám, én értem. Ez a nagy kérdés. Ezért érdemes megismerni a germán gyógytudomány alapigazságait, legalább röviden, pontosan azért, hogy megértsük a működésünket, és idejében tudjunk változtatni azon, amin még lehet. Van az a pont, ahol már nem tudunk változtatni, olyannyira kimerítjük a biológiánkat, Hammer doktor is leírta, hogy nem a daganatban halnak bele a daganatos betegek, hanem a rengeteg elindított egyéb programokba, amelyek mögött mindig egy félelem áll. Tehát nem a jó Isten verése, vagy a sors csapása, mindaz, ami velünk történik, ez a tudatlanságunk és félrevezetettségünk meg a következménye, de ezen lehet segíteni. A weblap események oldalán mindig megtaláljuk azt, hogy éppen hol vagyunk és hol tartunk alapszintű háromnapos szemináriumot. A germán gyógytudomány tudományos táblázatát látjuk itt. Rengeteg ezotérikus könyv foglalkozik azzal, hogy a betegségeink lelki eredete, de ilyen táblázatot senki nem tudott még összehozni, mint Hammer doktor német precizitással, mert bizony ebben a táblázatban benne van a konfliktus, benne van az, hogy hol a Hammeri góc, mi történik konfliktus aktív szakaszban, a megoldásnak a három részében, és a színek jelzik a csiralemezből való eredetet, és a sárga színnel itt vannak a falat konfliktusok, vagyis a víz, levegő, táplálék megszerzését biztosító konfliktusaink. Ugye tudjuk, hogy itt a sárga színben, vagyis az endodermában nem beszélünk kezességről, hiszen itt még csak az a lényeg, hogy jobboldali tünetek okoz a falat megszerzése, baloldali tüneteket ennek elengedése. A narancssárga mezőt látjuk, hogy két részből áll. Itt felül van a támadás, bemocskoltság, gondozás, vagyis túlzott aggódás miatt fellépő biológiai válasz. Kisagy irányítja, régi mezoderma, először építünk, aztán bontunk. Aztán jön a következő narancssárga oszlop, az önleértékelési konfliktusaink vannak itt felsorolva, és az említett szövetek mind sorra kerülnek, erről volt szó a múlt héten, hiszen a narancssárga oszloptól már beszélünk kezességről. Tehát a támadás, gondozás, bemocskoltság, valamint az önleértékelési konfliktusoknál is számít, hogy valaki jobbkezes vagy balkezes, mindjárt tisztázzuk, hogy ezt hogyan állapítjuk meg, és hogy ez mit jelent. Az elválasztási és birtokkonfliktusokat látjuk a piros mezőben, alatta pedig itt az alján a működés változással kapcsolatos biológiai külön programokat jelzem, külön programok, mert csak akkor indulnak el, ami benne ragadunk egy félelemben. Nos, itt először bontunk, utána építünk, és nagyon lényeges itt a kezesség kérdése,
Mert ugye a konfliktusok halmozása az már konstellált állapotot hoz létre, és ez pedig viselkedés változással jár. Erre fogunk egy kicsit kitérni a következőkben. De nézzük akkor még egyszer a kezesség kérdését. Hát ha valaki csak ezt a bal kezességről szóló előadást látja, és a másikat még nem látta. Hogyan tudjuk megállapítani azt, hogy ki balkezes és ki jobbkezes? Ez az a kéz, amivel írunk, eszünk, nem. Labdát pattogtatunk? Természetesen nem. Nagyon sok emberről kiderül az úgynevezett rejtett balkezesség, és ez egyszerűen tapsztesztel. Tesztelhető persze akkor, ha ez spontán történik, és nem előre megfontolt szándékkal. Ugye itt látjuk a képen, hogy akinek a tapsztesztnél a jobb keze van felül, az a jobb kezes, akinek a bal keze van felül, az a bal kezes. Ez akkor tud spontán megtörténni, hogyha tenyerünkkel felfelé, mindkét kezünket a combjainkra helyezzük ülve. Remélem, most mindenki így van, ugye? Mindenki ül, és a két tenyerét, a két kezét a combjára tette, tenyérrel felfelé, és minden megfontolás nélkül, teljesen spontán, ahogy jön, egyik kezünkkel belecsapunk a másikba, most! Na és akinek a jobb keze van felül, az a jobb kezes, akinek a bal keze van felül, az a bal kezes. Egy nagyon lényeges kérdés, mert a kezesség nem változik egy életen át, és meghatározza először is azt, hogy melyik oldalon fognak nekem tünetek megjelenni, és milyen sorrendben csapódnak be az egyes konfliktusok az agykérgi szinten. A jobbkezesnek, illetve a balkezesnek azon az oldalon van a partner oldala. Tehát a balkezesnek az egész világgal kapcsolatos programja mindig baloldali tünetet fog okozni, jobbkezesnek jobboldali tünetet. De mi az, hogy az egész világ? Mindenki partner, aki nem az anyám, és nem a gyerekem, és nyilván nem én vagyok. Az anyagyerek oldali tünetek ebből következik, hogy a másik oldalon jelennek meg, tehát jobbkezesnek bal, balkezesnek jobboldali tüneteket fognak okozni az anyával, gyermekével, önmagával kapcsolatos tünetei. De ki az én anyám, és ki az én gyermekem? Volt egy ilyen kérdés egy régi könyvben. A biológia pontosan rámutatta arra, hogy kit szeretünk úgy, mintha az anyánk vagy a gyermekünk lenne. Mert nem a genetikai származás számít az anya-gyerek oldalnál, hanem a szeretet. Nem egy ilyen esettörténetünk van, ahol bizony az édesanyja az partner oldali tüneteket váltott ki a betegnél, mert a beteg számára a keresztmama jelentette azt a szeretett szemét, akit úgy szeretett, mintha az édesanyja lett volna. Ilyenkor természetesen az anya vagy a gyermek a partner oldalon fog tünetet okozni. Tehát nem elég a tapsztesztnek az ismerete, elvégzése, hanem még erre is rá kell kérdezni, és ne feledjük, a biológia hajszálpontos választ ad a mi megéléseinkre. Minden megélésre egy biológiai programot indítunk. Ha valakinek 10 féle tünete van, az 10 elindított program lehet, hogy ugyanattól az egy konfliktustól indította, mert 10 féle megélése volt, lehet, hogy 10 különböző programból, mert ugye minél intelligensebb vagyunk, annál tökéletesebben tudjuk magunkat szétszedni. Nos, mint mondtam, az ektodermális programoknál a kezesség nem csak azt határozza meg, hogy melyik oldalon lesznek tüneteink, hanem azt is, hogy a konfliktusoknak mi lesz a becsapódási sorrendje. Ha itt a felső, bal felső képen látjuk ezt a metszeti képet, megnézzük, akkor ezt fogjuk kapni, ami itt alatta van, ebben fogjuk találni azokat a reléket, nyilvánvaló egy kicsit itt mozgatva a síkot, amelyek az agykéreghez tartoznak. Persze megjelennek benne egyéb relék is, itten ez a két alsó narancssárga, ez a herének, illetve a petefészeknek a reléje, ez pedig itt fent a szívizomzatnak a reléje, tehát nehogy úgy képzeljük, mint a torta szeletelését. A reléknek megvan a helye, a síkokat ugye mi
magunktól alakítjuk ki, ez a koponya alappal párhuzamosan történt agyi CT felvételét mutatja. Hammer doktor ebben a síkban nézte ezeket a reléket, és természetes kontrasztanyag nélküli felvételekről beszélünk, mert azokban látszik tökéletesen, hogy az a bizonyos relé milyen állapotban van. Az agyvérzésről, agydaganatokról szóló webkonferencia anyagban ezekről részletesen beszélek. Ha ezt a képet itt megnézzük, mondjuk úgy, hogy kivesézzük, és csak a birtokzónába tartozó agykérgi reléket nézzük meg, akkor ezt a két oldalt kell megvizsgálnunk. Amint látjuk, a jobb oldali agyféltekén vannak a férfias birtokzónába tartozó agyi relék, a bal oldalt a nőies birtokzónába tartozó agyi relék. Ezekre azért van szükség, mert ugye a fajfenntartás egy férfinak és egy nőnek a feladata, és más a feladata egy nőnek, és más a feladata egy férfinak a fajfenntartás keretén belül. Mindenkinek az agyi térképe így néz ki, mint ahogy ezt itt látjuk. Épp ezt akár... akartam kérdezni, hogy mi van, ha balkezes, akkor fordítva van, nem. Semmi. Ezek szerint olvastál a fejembe, vagy én a tiédben, mert rögtön adom a választ. Tehát a jobbkezesnek is, és a balkezesnek is így néz ki az agyi térképe, a férfinak is, és a nőnek is. Tehát az a lényeg, hogy megértsük a feladatot, a fajfenntartásban. Mert ugye nem véletlen, hogy a szexuális konfliktus ebben a szép nagy relében a női oldalon található. Mert a fajfenntartással kapcsolatos konfliktusok mindig erősebbek és súlyosabban esnek a latba, mint az egyéb birtokkonfliktusok, mert ugye a fajnak a fenntartása biológiai szempontból fontosabb, mint az egyének az életben maradása. Az egyén életben maradása nem támogatja a faj fenntartását, az egyén elpusztul. Ezek biológiai törvények, kérem szépen, és ha mindezt megismerjük, akkor tudjuk, hogy hogy ne csináljunk olyat, hogy hirtelen szívmegállás legyen a történet vége. Tehát a szexuális konfliktusnak nevezett relé női oldalon van, és amint látjuk, Hammer doktor betette a meg nem termékenyítettség konfliktusa magyarázatot is alá. Igen, a nőnek van szerepe a fajfenntartásban, ő fogja nevelni a gyermeket, ő fogja szoptatni, és a nő az, aki egyszerre 10 gyerekre is oda tud figyelni, közben főzni tud, közben a házat tudja rendezni, vagyis a nőnek a figyelme úgy tűnik számunkra, hogy szétszórt, pedig pont ez a tökéletes nő, aki egyszerre több mindenre tud figyelni. Nyilván a fajfenntartás érdekében a női viselkedés, abban az esetben, ha egy alfanőről beszélünk, az így nyilvánul meg. Ugyanakkor a női viselkedés egy kicsit befele forduló, hiszen ő a fészken belül intézi a dolgokat. Nem a külvilággal foglalkozik, hanem befelé fordul, és ezt a viselkedést depresszív viselkedésnek nevezzük itt, de nem depressziót jelent, már is szeretném tisztázni. Ezzel szemben a férfias viselkedés ugye mániás viselkedés lesz a férfi számára, az a fontos, ami a kerítésen kívül van. Ő az, aki felfedezi a virágot, elmegy vadászni, és hazaviszi a mamutot. Most már nem mamutot viszünk, és nem lóháton megyünk, hanem autón megyünk a munkahelyre. Ebből adódik, hogy a férfi számára nagyon fontos a munkahely, nagyon fontos az autó, amivel közlekedik, mert ugye ezzel jár dolgozni, vagy éppenséggel azok a szerszámok, amelyekkel ő dolgozik. Ebből adódik, hogy ugyan minden a kerítésen belül a női birtokhoz tartozik, de hölgyeim, a garázs az kivétel. Legyünk szívesek tiszteletbe tartani, hogy a garázsban a dolgokat ugye tegyük vissza, ahonnan elvettük. Nem akarom részletezni tovább a férfias és nőies viselkedés árnyalatait, ez nagyon szép és nagyon érdekes, részletesen kitérünk erre minden háromnapos képzésen. A lényeg az, hogy ismerjük meg ezeket a konfliktus típusokat, és lehetőleg ne maradjunk bennük, mert laikus embernek ennyit kéne tudni, hogy mi az, hogy birtokvesztés konfliktus,
Azt jelenti, hogy minden elveszett. Tehát ha egy férfi embert kirúgnak a munkahelyéről, akkor ő összeomlik, egy világ omlik össze, mert ő, mint családfenntartó, a munkahelyét fontosabbnak tartja mindennél. Ugyanígy egy nő számára a család a legfontosabb, tehát ha egy család széthullik, hogy a gyerekkel valami baj lesz, vagy a házat elviszi a bank az adósság miatt, akkor ez a nőnek nagyobb konfliktust fog jelenteni, mint a férfi számára. Nyilván mind a kettőnek konfliktus ez, de hogyha súlyoznánk, akkor erről van szó. A férfias birtokzónán felfelé látjuk kétszer is a birtokféltést beírva, ez nem tévedés. Az alsó relé az a hörgő nyálkahártyáját, a felső a hörgő izomzatát irányítja, így a női oldalon is a rémület, félelem a gége nyálkahártyát és a gége izomzatát irányító relé. Ezek külön relék, és amit látjuk ezen a szinten, a levegő bemenetele és kimenetele lett szabályozva. Mi az a rémületfélelem konfliktus? Ezt a rémületfélelmet valahogy úgy tudnám szépen magyarosan lefordítani, amikor az ember köpni nyelni nem tud, úgy megijed. Ez a teljes megijedés, félelem érzése, amitől úgy érezzük, hogy nem jön ki hang a torkunkon. Bizony. Ez amikor elakad a szó az emberben, és nem tud megszólalni. Most ezeket a pillanatokat, még mielőtt a kedves hallgatók félértik, vannak kellemes események, ami elakasztják az ember szavát, ezekben nincs DHS. Mert nem konfliktusként élem meg mondjuk a születésnapi ajándékomat, amikor nem számítok arra, hogy, igen, és aztán mégiscsak csodálatos módon hazaérkezésem után 10 perccel megjönnek az ajándékok. A rémületfélelem akkor válik konfliktussá, hogyha számomra valami olyan dolgot tartalmaz, amivel nem tudok kibékülni. Tehát ha valaki most nyerni fog az ötös lottón, az nem fog rémületfélelmet megélni, remélhetőleg, viszont ha azt hallja, hogy kigyulladt az utcán egy autó, és ez pont az övé, akkor ebben benne lehet a rémületfélelem konfliktus. Ugye, és kérdés, hogy meddig marad benne? Igen, a rémületfélelem állapota az mindig egy ilyen merev blokkolt kommunikációs csatornát jelent, tehát nem is tudom kifejezni, és pont itt van itt a konfliktusság felé, hiszen a DHS-ben is az van, hogy nem beszélek róla, magányosan élem meg. Na, ezeket a helyzeteket meg végképp súlyosbítja a nem tudok róla beszélni állapot. Ez erről is elkészült a webkonferencia, a Galat és Gége biológiai programjairól, ott részletezzük. A másik oldalt viszont a birtokféltés konfliktus szerepel. Ez viszont a hörgőinket érint, amint látjuk, külön van nyálkahártya és izomrelé. Említetted, hogy a birtok tárgyát más és más képezheti, igen, a férfinál és nőnél, és itt azért tettem feltételes módon, mert vannak olyan kivételes esetek, amelyek már konstellált állapothoz köthetőek, amikor megcserélődnek a birtok értelmezései férfiak és nők között. Ezek ritka kivételek, erről lesz róla később szó. Most az alapvető állapotra térek vissza, hogy eredeti módon egy férfinak mi jelenti a birtokát. Zömében mindaz, ami a négy falon túl van, tehát persze benne lehet a feleség, a gyerek, az anya, a család, a kutya, viszont ez kitágul a vadászmező fejezetre, tehát mindaz, ahol ő megfordul, vagy megfordulhat, legyen az munkahely, baráti társaság, akár azok a helyszínek, ahova szívesen eljár, mondjuk kedveste sörözni, vagy... Vagy akár az, amit ő gondol magáról, hogy a pozíciója, a társaságban betöltött szerepe, mert ugye ugyanez a helyzet van a gyerekek közt is, az a hierarchia,
ami mondjuk egy bandában megvan, és ha ezt a szerepet elveszti, az akkor már egy birtokvesztés, vagy ha félti, mert vannak rá mások is jelentkezők, akkor az már birtokféltés. De egy gyereknél mit jelenthet egy birtokféltés konfliktus? Hát kezdjük akkor a gyerekkortól, hogyha elveszik az anyukájától. Ugye. Birtokféltést megélheti az akkor is, hogyha egy bizonytalan félős kéznyúl utána, aki nem tartja rendesen, és azt éli meg a gyerek, hogy mindjárt kiejtenek, mindjárt megsérülök, és elvettek az anyukámtól, akarom anyut vissza. Ismerjük ezeket a szinte hisztérikusan üvöltő gyerekeket, ahogy egy idegen a közelbe jön, vagy az anyukájának a figyelmét valaki eltereli, akkor azonnal elkezd sírni. Miért van ez? Neki az anyja jelent az egyetlen biztonságos forrást. X hónap után anyuka merészkedik valakivel telefonon beszélgetni. Na, ilyenkor tör ki a családi botrány, mert a baba azonnal félti az anyukáját, hogy miért nem ráfigyel. Birtokféltésként élheti meg egy 3 éves kisgyerek, ha bejelentik, hogy most már lesz egy kistesó, aki majd itt fog lakni az ő szobájába, nem is az ő szobájába, eleinte anyuval fog lakni, eleinte anyunak nagyon sokat kell majd ezzel a babával foglalkozni, és mi az, hogy az én anyukám most egy másik gyerekkel jön haza, én ezt nem kértem, tessék visszavinni. Birtokféltés lehet akkor is, hogyha a szülők veszekednek például, és olyan értetlen gyerekfülek hallgatnak egy felnőttekhez sem méltó beszélgetést, amiben aztán elkezdi félteni az anyukáját, az apukáját, a szülei házasságát, és így tovább. A birtokvesztésről már beszéltél, a birtokbosszankodás, és akkor térjünk vissza itt a kistesós állapotra, igen, mert mondjuk a kistestvér már abba hagyta az anyuval való intenzív foglalkozást. Már levált az anyuból. Így van, de elmennek mindketten óvodába, és akkor bosszantja nagyot a kicsi, mert állandóan ott van utána, lovol, nem hagyja a többi fiúval, kislányjal játszani. Állandóan kiveszi a kezéből a játékot. Mindig pont az az egykel, ami a nagynál van. Igen. Azt hiszem, ismerősek ezek a helyzetek. De birtokbosszankodás lehet valaki, aki már bent van a birtokon területén belül, vagy a határait feszegeti, és állandó bosszantással tölt el. Tehát egy olyan fajta bosszankodás, ami a birtokomhoz kötődik. Mondjuk a szomszéd. Lehet a szomszéd. Vagy is. Egy nem kívánatos vendég. Hát abszolút, főleg, hogyha ez rendszeresen megjelenik, igen, mert még így egyszer először talán még elnézőek vagyunk, de hogyha ez repetitív módon előfordul, akkor már valószínű területjelölései problémáink is lesznek, hiszen a terület az, ahol én biztonságban érzem magam, ahogyan én jól érzem magam. És a gonosz jön bele. Pontosan. És ezt viszont a hólyag fogja reagálni, hiszen ilyenkor a vizeletürítésünk lesz gyakori, és azt hiszük, hogy felfáztunk, de közben csak egy területjelölési programunk van. A birtokbosszankodásra visszatérve még annyit, hogy ott viszont emésztőenzimeket kapunk bőven ahhoz, hogy megemészjük azt a bosszúságot, mert az egyik nem tesz különbséget valóságállom és illúzió között, és ezért akkor is kapok emésztő enzimet, tehát mondjuk egy csomó epét, amikor arra nincs is szükségem, és lesznek epéspanaszaim. Milyen érdekes, hogy a területkijelölés mind a két nemnél, férfinál, nőnél egyformán fontos. De mi az, hogy identitás konfliktus? Amikor annyira feladom magam, hogy már azt sem tudok, hogy ki vagyok, hol van a területem, mit keresek én itt valójában, mi az, amit én nekem most tennem kell, állandóan megkapom az instrukciókat, folyamatosan beleszólnak a dolgomba, nem tudom végigmondani a mondani valómat, ki vagyok én, van-e még értelme, mit csinálok én itt, ez az identitás konfliktus. És mit érint, a végbelet érinti. És mindez, amit elmondtam, ez jobbkezesekre vonatkozik, mert látni fogjuk, hogy balkezeseknél azért van benne egy svéd csavar.
Tehát mindaz, amit elmondtunk, mind a konfliktus kategória, az megvan a balkezeseknél is, csak a hammeri góctal lesznek bizonyos svédcsavarok, ha jól értettem. A svédcsavar annyit jelent, hogy például egy balkezesnek, ha identitás konfliktusa van, az a ellenkező irányba csapódik be, a birtokbosszankodásba. Tehát ő neki a konfliktus témája, az identitás konfliktus, mégis epés panaszai lesznek biológiai válaszként. Vagy a birtokféltés konfliktus egy balkezesnél azzal jár, hogy elakad a hangja, mert a gége izomzatát és a gége nyálkahártyáját fogja érinteni. Ugyanígy egy férfias birtokvesztés konfliktus egy balkezes férfi számára nem a szívkoszorúér artériákat, hanem ellenkezőleg a szívkoszorúér vénákat fogja érinteni, és ennek megfelelő programot futtat le. Ezeket is a birtok konfliktusoknál részleteztük, tehát minden apróságra nem tudok most kitérni. Most főleg azokra a dolgokra térni ki, ami a balkezeseket érinti. És eljutottunk a konstelláció fogalmához, vagyis amikor a két szem közti agyféltekében, tehát ugyanazon a metszeten, egymással szemben elhelyezkedő gócokat látunk, és akár az agytörzsi, akár a kisagyi, fehérállományi vagy agykérgi zónát nézzük, ez azzal jár, hogy mindig viselkedés változások fellépni, természetesen ez is a túlélést szolgálja. A agykérgi szinten a konstellációk másképpen alakulnak ki, mint az agy többi részén, és pont a balkezesség itt az, ami teljesen megfordítja a képet. Mint mondtam, a hammeri góc megjelenése a kezűséghez kötött. Ez fogja eldönteni, hogy adott fiúnál, lánynál, férfinál, nőnél az hova csapódik, melyik agyféltekébe fog becsapódni, az a bizonyos konfliktus tartalom, erről beszéltem az előbb. Az érzelmi változás nem csak a konfliktusok határozzák meg, hanem a hormonális állapot is, ez viszont változhat. Mert ugye más a hormonális állapota egy hölgynek, aki termékeny időszakában van, és más a menopauza után. Más egy nőnek a hormonális állapota fogamzásgátló tablettával és nélküle. Petefészek eltávolításával és kemoterápiával, vagy nélküle, vagy éppenséggel egy fel nem oldott veszteségkonfliktus is a petefészkekre hat, és ez is hormonális változást jelent. Mindez természetesen a férfiakra is igaz, csak nem a petefészkükre, hanem a herejükre fog hatni minden ilyen konfliktus. Tehát az első konfliktust mindenki a saját nemében éli meg, a kisfiú kisfiúként, a kislány kislányként, de már az első birtokzónás konfliktus, mondjam azt, hogy megbillenti az egyensúlyi állapotot, amit Hammer doktor úgy írt le, hogy pszichikailag kasztrált lesz, vagyis másodfarkas. Gondoljunk arra, hogy az állatvilágban, a párzási időszakban a hímek megküzdenek azért, hogy ki fogja továbbadni a génjeit, persze nem ezzel a tudatossággal, hanem arról van szó, hogy a legerősebb és legjobb hím fedezheti a többi nőstényt, pontosan azért, hogy a faj ki ne pusztuljon. Nem azt jelenti, hogy a többi hímre akkor nincs szükség, a többi hím a falka védelmét fogja ellátni, és ha az alfa hím veszélyes helyzetbe kerül, akkor még fel is áldozza magát, csak hogy az alfa hím túlélje. Most, ha a balkezes lányt és a balkezes fiút nézzük a konstelláció kialakulásánál, mind a kettőnél azt látjuk, hogy nem a saját oldalára, hanem az ellenoldalra történik a konfliktus becsapódása. Tehát, amint említettem, megéltem egy bosszankodást, és a
végbélre lébe csapódik, vagy megértem egy identitás konfliktust, és az a bosszankodás relébe csapódik be, és ennek megfelelő szervi választ fog kiváltani, akár balkezes lányról, akár balkezes fiúról beszélünk. Ez az ellenoldalra való becsapódást nevezte Hamel doktor lóugrásnak, hiszen nagyon szeretett sakkozni. Ez azt is jelenti, hogy megváltozik a viselkedése az illetőnek mindenképpen, mert ugye ahova becsapódás történik, az az agyfélteke, birtokzónája úgymond lezár, tehát az ellenoldali fog megnyilvánulni. Most egy balkezes leánynak, ha nem a saját oldalára, hanem az ellenoldalra csapódik be a konfliktusa, mindjárt képekben is mutatom, nyilvánvaló, hogy lezár a férfias viselkedést jelentő összes birtokzónás reléje, és még nőiesebben fog viselkedni, még befelé forduló lesz, még depresszívebb lesz, érzelmileg frigiddé válik. Fiúknál viszont az ellenoldalra való becsapódást pont azt fogja okozni, hogy ők meg még férfiasabban viselkednek, ilyen macsó homoszexuális viselkedésnek nevezi ezt Hamel doktor, és ez az a gyerek, aki hát hogy mondjam, ott ugrál és próbálja bizonyítani, hogy így meg úgy, de kap egy pofont és elszalad a sor végére. A jobbkezeseknél a saját oldalukra történik meg a becsapódás, tehát a jobbkezes lánynak a női oldalra, és ezért férfiasan fog viselkedni, jobbkezes fiúnak viszont a férfias oldalba csapódik, és ezért kislányosan fog működni, és lekerekített lesz a válla, lányokkal fog játszani. Ami lényeges, elindul a konfliktus tömeg növekedése. Ez természetes addig tart, míg meg nem oldódik a konfliktus, vagy nem jön a második becsapódás, ami viszont leállítja majd a konfliktus tömegnek a növekedését. Tehát még egyszer, külön a balkezesek kedvéért, különbéve, ugye, balkezes nőnek, tehát nem a nőies birtokzónába, bal oldalra csapódik be az első birtokzónás konfliktusa, hanem az ellenoldalra, tehát még nőiesebben fog viselkedni, magába forduló lesz, nem beszél sokat, és ez a történet viszont meghozza, hogy idő előtt jön meg a menstruációja. Nem 10-11 éves korában, hanem akár már 8-9 éves korában is megjöhet egy balkezes kislánynak az első menstruációja, ha ebben a korban volt az első birtokzónás becsapódása. Sajnos találkoztunk olyan balkezes hölgyel, akinek 14 éves korában jött meg csak a menstruációja, de azért, mert addigra már a harmadik birtokzónás becsapódása is megvolt. Amint itt látjuk, a szexuális jellegű konfliktusok azok, amelyek igen súlyosak. De milyen szexuális jellegű konfliktust tud megélni egy 3 éves kislány, egy 6 éves vagy egy 9 éves kislány? 3 éves korban fellángol bennünk a nemiség, a szexualitás utáni kíváncsiság. Nem feltétlenül a szexuális tartalmon van a hangsúly, hanem hogy pisélnek a kisfiúk, mi van a kisfiúknak, mi van a kislányoknak. Ez a test felfedezésének időszaka, akkor tudatosodik, hogy hol vannak a végtagjai, hogy van egy ilyen lába, egy bal lába, egy jobb lába, és hát ilyenkor a gyermeki kíváncsiság az felfedező utakra is tereli a gyermek figyelmét. Ilyenkor találhatóak azok a helyzetek meg az életben, amikor az óvodába megmutatjuk egymásnak, hogy kinek mi van. Na most, ha ez egy konfliktushoz kötődik, mert az óvónéni vagy anyuka nagyon csúnyán lesz így, hogy mit csináltok például az asztal alatt, nem szégyellitek magatokat, és húj, és ez mekkora disznóság. De itt most fel kell hívnom a figyelmem arra is, hogy a gyerekek nagyon korán megtapasztalnak különböző szexuális abúzusokat, tehát ezekre az esetekre külön nem tudok most kitérni, de nagyon sok olyan visszaélést
ről tudunk, hallunk, újságban, interneten olvashatunk erről, hogy nagyon korán zaklattak gyerekeket szexuális jellegű eseményekkel vagy cselekedetekkel. 6 évesen az iskolába egy újabb közegbe kerül a gyerek, vagy 7 évesen, ott megint fellángol ez a nagy kérdés, mert ugye ekkorra már mindig lesz egy nagyon felvilágosult gyerek, aki elmondja, hogy nem is agolja hozzá a kisbabákat, és így tovább. Sőt, azoknak, akiknek nagyobb testvérük van, azok még ilyen jellegű filmeket, olvasmányokat is láthatnak, de ugyan egy balszerencsés lehetőség az is, amikor a gyerek beszalad a szülei hálószobájába, akik óvatlanul nem zárkóztak be kellőképpen, és a gyerek valami olyannak lesz szemtanúja vagy fültanúja, ami nem biztos, hogy ebben a korban még a konfliktus nélkül tudná kezelni. És akkor itt szó essen egy picit a korai szexuális felvilágosításról, vagy annak a nem megfelelő módjáról. Sajnos erre a média, illetve nagyon sok olyan iskola is lehetőséget ad, ami nem feltétlenül gyerekbarát módon közelíti meg a témát, nem annyit árul el, amennyit a gyerek éppen akkor tudni akar a dologról, hanem nagyon részletgazdagon, és bemutatóval, videó lejátszásokkal próbálják a gyerekek szexualitását, vagy a szexuális témák iránti érdeklődését kielégíteni. Nagyon sokszor maga a felvilágosítás is sokkoló, és például itt a 10 éves korban, hát nézzük meg, hogy mit szeretnek a 10 évesek csinálni, videóképeket nézegetnek, zenét hallgatnak, és hát ha megnézzük a zenei klipeknek a képvilágát, akkor ott is nagyon sok szexuális tartalmú, vagy szexualitásra utaló magatartás, mozgás, kép látszik. De gondoljunk csak azokra az újságokra, amit apu véletlenül ott felejt a vécén, vagy a gyerek megtalálja, vagy anyukának vannak olyan szexuális segédeszközei, amire a gyerek rátalál, és utána keres, hogy az mire használható. Szóval azt hiszem, hogy egészen tág határok között mozog, és a kisfiúknál még majd hozzáadok valamit. Igen, a balkezes kisfiúknál is, ugye látjuk, hogy nem a férfias birtokzónában, hanem a másik oldalra csapódik be maga a konfliktus, tehát ő még férfiasabban fog így viselkedni, mint az előtt, és ezeket a gyerekeket hát viselkedés zavar miatt elviszik pszichiáterhez, és még gyógyszereket is kapnak. Kisfiúknál például az első erekció egy ilyen konfliktus helyzetet okoz, vagy okozhat, remélem, hogy ezt azért nem mindenki éli meg konfliktussal együtt. Nagyon érdekes az, hogy ezt anyuka hogyan kezeli. Hát igen. Mert hogyha ez egy szexuális tartalommal bíró konfliktusként marad meg a gyerek emlékezetében, akkor ez nagyon komoly hatásokkal is járhat a következőkre nézve. Aztán ugye szexuális konfliktusként éli meg mindazt az érintést, ami a nemi szervek körül történik, tehát itt a kisfiúk fürdetésénél is azért megtudunk legjobb szándékunk szerint is olyan helyzeteket teremteni, amely konfliktus forrását jelentheti. Nagyon sok anyuka van ezzel bajban, hogy akkor most hogy mossa meg a gyereke nemi szervét. Persze, hogy vannak ilyen pró és kontra elvek, hogyha nem elég tiszta, akkor probléma lehet. Én javasolnám mindenkinek azt, hogy tanítsa meg a gyereket idejekorán, hogy hogy kell tisztálkodni, hogy kell egyedül ezt megoldani, mert már azért nagyfiú vagy, és a gyerek nem tud magában akkora kárt tenni, mint mondjuk egy anyuka, vagy netán apuka, vagy nagymama, vagy nagypapa, aki ilyenkor így beszokott segíteni, és minél több kézmatot egy ilyen helyen, annál nagyobb lehetőség van a konfliktus elszenvedésére. Tehát itt azért a történetekre figyeljünk oda. Aztán mi lehet még a
férfiaknál, a kisfiúknál, a balkezes férfiaknál program. Tehát itt említettem a nemi szerv körüli matatást, ezt később szexuális zavarokká tud kialakulni. Ugye van a fiúk között némi verseny, hogy kinek milyen, mekkora, milyen vastag, és így tovább. Most ez is ki tud messzebbre pisilni, tehát azért, ha egy kicsit az ember közeli megközelítésből nézzük, akkor ezekre oda kellene figyelni, fel kellene készíteni arra a gyerekeinket, fiainkat, hogy ezek nem fontos dolgok, nem ezen múlik a család élet boldogsága. Akkor aztán az első erekcióról beszéltem. Fontos program lehet egy konflikt, tehát fontos és kiemelkedőnek tartom ezt a, vagy kiemelkedően fontosnak tartom ezt a gondolatot, hogy ezért a tizenéves fiúk elkezdenek maszturbálni. Na most ezt anyu hogyan kezeli? Mert ez is egy olyan konfliktus forrás, hogy nagyon érdekes módokon lehet így a gyerekeinket tönkretenni, ezt célszerű nem észrevenni, vagy nem tudatosítani, hogy ez mi történik, hogy éppen mi történik. Azért is javaslom, főleg a fiús anyukák figyelmébe ajánlom ezt a magatartás formát, mert egy életre meg tudják törni a gyerekük szexualitását, illetve ehhez való hozzáállás egy nagyon heves reakcióval, egy nagyon durva beavatkozással. Igen, egy beszólással. Beszólással, és igen, itt azért a férfiasságról, és essen néhány szó, tehát azért a kapcsolatokban felmerülő egyéb jellegű párkapcsolati konfliktusoknál rendszeresen, amikor nagyon sértett és nagyon bántott akarunk mondani egy férfinak, akkor a férfiasságára teszünk dehonestáló megjegyzést. Hát ez is szexuális jellegű konfliktus, és én azt gondolom, hogy minden, ami a nemi szervhez köthető, és ide vonatkoztatott, vélt, valós, szimbolikus beszólás, támadás, az mindezeket a zónákat érintés. Ugye a birtokvesztést azt mindenképpen kerüljük el. Hát nagyon jól összefoglaltad, és igen, ezek a dolgok, amit a végén említettél, ezek már a második szexuális konfliktus témáját szokták képezni, nyilvánvaló nem a kicsiknél, de mi van, amikor megjön a második birtokzónás konfliktus, legyen a szexuális tartalmú, vagy akár más, amit látjuk itt a képen, leáll a konfliktus tömeg növekedése, ami az első konfliktussal elindult, de leáll az érzelmi fejlődés is. Na és ez a nem mindegy. Mert a hangulatváltások nyilván a sineknek megfelelően fognak változni, tehát hol nagyon vidámak, hol nagyon szomorúak leszünk, és ez a valódi skizofrén állapot. Ugyanakkor kialakul a lányoknál a válasz, lány, ugye a balkezesnek a második birtokzónás konfliktus után alakul ki, a férfias válla, a jobbkezeseknek már az elsőnél, és ugyanígy a balkezes fiúknak a lekerekített válla és a második konfliktus becsapódása után alakul ki, jobbkezeseknél már az elsőnél. Tehát ki lehet ebből az mondatból emelni azt, hogy a balkezesnek van egy plusz dobása, így van. Hogy ő gyakorlatilag a nemi jelleg fizikai megnyilvánulását csupán a második birtokzónás konfliktus után veszíti el. Igen. Ezért lesz kockavállal egyes nőknek. Igen. Most és akkor, ha végignéznénk a hollywoodi színésznőket, a kockavállakkal, akkor valószínűleg nem irigykednénk ennyire a sikereiket. Hát ezért hozták be divatban, mert ilyenek vannak. Igen. Vagy pedig a sörös üveg nyakú, sörös üveg válló férfiak azok, akik szintén már birtokzónás konfliktusokat szenvedtek el, ha jobbkezes, akkor egyet, ha balkezes, akkor már legalább kettőt. Így van. És nagyon lényeges ez az érzelmi fejlődésnek a kérdése. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogja az iskoláit elvégezni, sőt, nem fog egyetemen tanítani, viszont a viselkedésében gyerekként marad meg.
Igen, itt az érzelmi intelligenciáról nagyon szeretünk beszélni, és nagyon divatos és teljesen felkapott téma. Én azt gondolom, hogy ez sem véletlenül lett ekkora divat. Mit értünk az érzelmi intelligencia alatt? Azt nagyon sok ügyes és okos ember elmondta. Én az érzelmi érettségről szeretnék beszélni, úgy, ahogy Hammer doktor germánygyógytudomány szerint értelmezi. Érzelmileg érett felnőtt az, aki tudja kezelni a konfliktus helyzeteit. Lehet valakinek óriási, mit tudom én, 140-es IQ-ja, intelligencia szintje, ez az intelligencia kóciens, az IQ. Tehát lehet ő matematikai zseni, lehet Nobel-díjas felfedező, lehet híres író, bármilyen kiemelkedően teljesítő agysebész. Most azért mondom ezeket a példákat, mert ezekről feltételezzük, hogy azért az intelligencia hányadosuk nagyobb, mint az átlagé. Zárójelbe bezárva tévedünk, most akkor ezt tegyük zárójelbe. Lehet, hogy egy okos, intelligens talpra esett, látszólag magabiztosnak tűnő emberrel állunk szemben, a lexikális tudását semmiképpen senkinek nem szeretném megkérdőjelezni, de ahogyan egy konfliktus helyzetet kezel, ahogyan bizonyos szituációkban viselkedik, amennyire infantilis módon tud reagálni bizonyos helyzetekre, ez mutatja meg az érzelmi érettséget. Akkor kettő példával szeretnék előjárni. Minden egyes kabaré jelenetben, vagy hát úgy zömében van egy ilyen hisztérikus, önmagából kikelő, gyorsan beszélő, csapkodó alak. Ez azt az infantilis embert mutatja, aki ha nemet mondanak neki, akkor gyermeteg módon elkezd verekedni, csapkodni, asztalt püffögtetni, ajtót bevágni, és így tovább. Egy másik érzelmi, ez ugye egy dackorszak egyik állapota, a legrosszabb ezt felfedezni ismerős és baráti körben, hogy azért nem lehet vele kijönni, mert ő kis pukkancs gyerekként viselkedik akkor, ha valami nem úgy teljesül, ahogy. Vagy gondoljunk csak azokra az esetekre, amikor hisztérikus sírásba kezdünk, gyakorlatilag indokolatlanul vehemens reakcióval egy bizonyos eseményre. Tudom, én eltörtünk egy kávéscsészét, és akkor ebből messze menő következtetéseket vonunk le a világra, önmagunkra nézve, és mekkora csapásnak éljük ezt meg. De vannak olyanok is, és ez már az óvodás szintű megnyilvánulás, akik érzelmileg 2-3-4 éves korra ragadnak le, amikor bárki bármit csinál, arra rögtön fújok, az nem jó, csak úgy jó, hogy én csinálom, és ne csináld, mert majd én. Ezek a érzelmileg még a homokozóban maradt emberek, akik szúrják a homokot a többiekre, nagyon sok ilyet ismerünk. Érdemes így körülnézni, ez a hónap azt hiszem, hogy erre ideális volt, hogy megnézzük, hogy hogyan tudjuk egymást indokolatlanul bántani, mocskolni, szúrni a szennyet egyik a másikra, mert valójában nagyon sokan így akarnak kiemelkedni a szürke zónából, vagy a szürkességből, az ismeretlenségből, vagy a maga hétköznapiasságából, hogy valakire, aki nála jobb, aki többet le tud tenni az asztalra, rosszat mond, és akkor ez az ordítok, pisítok, toporzékolok állapot, ez is egy érzelmi megrekedtségre utal. Figyeljünk oda, hogy hány ilyen ember van a környezetünkben, de kezeljük ezt továbbra is szeretettel és empatikusan. Igen, vannak ilyenekre is szükségünk, a biológia nem az alfákkal veszi körül az állatvilágot, gondoljunk csak arra, hogy igenis szükség van a konstellált ember jelenlétére is, hogy a konstellált
állatoknak a falka szinten beszélünk, Igen. hiszen ha mindenki alfa lenne, akkor csak hősi halottak lennének Igen. az utakon, mert mindenki be akarná bizonyítani a másiknak, hogy már pedig én, és ugye tudjuk, hogy a balkezes, ha alfa hím, akkor addig küzd még, Addig vagy igen. győz, vagy meghal. Így van. Szóval a lényeg, hogy mindig az utolsó konfliktus oldható meg, hogy, tehát a konfliktusok megoldási sorrendjére nagyon oda kéne figyelni, és Hammer doktor a családállítást családi striptease-nek nevezi, mert ott belenyúlnak olyan konfliktusokba is, amelyeket nem szabad még megoldani. A hormonális változással változik meg a konfliktusok megoldási sorrendje, és kerülnek elő a gyerekkori konfliktusok és annak szervi következményei egy hölgynél a hormonális változás kapcsán, és nem értik, hogy ezek a tünetek most hogyan kerültek elő. De nem szeretnék ennél részletesebben belemenni, hiszen a lényeges az lenne, hogy megértsük, hogy akkor hogyan is történik a hangulatváltozás. Mi két konfliktusunk van, legyünk akár jobb, akár balkezesek, mindig az adott konfliktushoz kötött sínek fogják eldönteni, hogy mi lesz a konfliktus, mi lesz a viselkedés változás. Tehát, hogyha a bal oldalra becsapódott konfliktus kerül sínre, nyilván akkor a balkezes nőnek a viselkedése mániás lesz. Ha a férfi zónában becsapódott konfliktusa kerül sínre, vagyis az első, akkor a viselkedése megint depresszív lesz. A gond, illetve a változás, a végleges változás a harmadik konfliktusnak a becsapódásánál következik be, hiszen láthatjuk, hogy a konfliktus mindig a súlyozottabb helyre csapódik be. Ezt látjuk a jobbkezes férfi és nő esetén, tehát ahol súlyosabb, ami éppen le van zárva, arra az oldalra csapódik be a következő konfliktus, és súlyozódik a mánia, vagy éppenséggel súlyozódik a depresszív viselkedés. A balkezesnél viszont nyilván az ellenoldalra csapódik be, és ezért lesz az, hogyha ő éppen egy mániás hangulatban volt, akkor a konfliktus, a harmadik konfliktus átbillenti a mérleget, és depresszív lesz, illetve ha depresszív volt, akkor neki nem ide csapódik, mint jobbkezeseknél, hanem a másik oldalra átbillen a mérleg, és már is mániás lesz. Hát ez lesz a bipoláris zavarnak diagnosztizált hangulatváltozás. Tehát bipoláris zavar csak balkezesnek lehet, jobbkezesnek nem. És azért egyezünk meg, hogy 25-30 éves korunkra túl vagyunk már nem a harmadik, hanem a 3 plusz n-edik birtokzónás konfliktusunkon is, tehát innentől lehet tudni, hogy például azt is, hogy ki balkezes és ki jobbkezes. Az, aki folyamatosan depresszív állapotban van, nyilvánvalóan az jobbkezes. Nos, ha nézzük a konstellált állapotokat, akkor ismerünk olyan embereket, akik nagyon, de nagyon tudnak bosszankodni, sőt, amikor a bosszankodás tetőre hág, akkor a viselkedése agresszív lesz. Akár jobbkezes, vagy akár balkezesről beszélünk, férfiről, vagy nőről, az agresszív konstellációhoz ez a két relé szükséges. Tehát kell legyen egy bosszankodással kapcsolatos konfliktusom és egy identitás konfliktusom. Mint említettem, balkezesnek először a bosszankodása az ellenoldalra, az identitás konfliktusa ide fog csapódni, tehát ugyanazokról a konfliktusokról beszélünk, és valójában a konfliktusok tisztázása és megoldása a lényeg, már mondjam úgy, hogy felhasználói szinten. Ezért nem részletezem most külön, hogy akkor és ha az első ide, és ha a második oda megy. A lényegen nem változtat, mert amikor a baloldali konfliktus kerül ugye sínre, és ez ugye egy balkezesnél mindig egy bosszankodás, akkor ki fog törni
az agresszív viselkedése. Nyilvánvaló ellenkező esetben is agresszív lesz a viselkedés, de önmagával szemben fogja ezt az agresszív viselkedést gyakorolni. Az identitás konfliktus és a birtok féltés konfliktus ábráját látjuk itt, és ha ez az ábra fennáll, akkor hát magyarul a szófosás fog megjelenni, vagyis a mitomán konstelláció, ennek itt látjuk az ábráját, ugye ha a baloldali konfliktus kerül sínre, akkor a viselkedés mániás lesz. Ugye ne feledjük, hogy balkezesnek ez a reléje nem az identitás konfliktus, hanem a bosszankodás konfliktus miatt fog aktív helyzetbe kerülni, vagy hogyha azok a sínek ismétlődnek, amelyek között a bosszankodást megélte. És ennek is a lényege, hogy a túlságosan sok beszéd, az ilyen ember megérkezik valahova, és 2 órát úgy tud beszélni, hogy nem tudjuk, hogy mikor vesz közben lélegzetet. A depresszív változata is arról szól, hogy folyamatosan beszél, de magában motyog, és nem hangosan mondja a dolgát, magába zárkózott, depresszív, és magában beszéli meg a dolgokat. Közben gesztikulál, legyint, félretekint, majd újra szembenéz velünk, mintha ott se lenne. Nos, ezek a konfliktusok is egyértelműek lesznek, hogyha, tehát ez a viselkedés is egyértelmű lesz, ha tudjuk, hogy milyen konfliktusok vannak mögötte, nyilván ezeket is föl lehet oldani megfelelő sorrendben, és ezért lényeges tudnunk, hogy a kezességet meg, és hogy akkor milyen konfliktusokról beszélünk valójában. Az étvágytalanság konstellációját látjuk itten, ugye az anorexiát, és ebben mindig egy bosszankodást fogunk találkozni, vagyis a bosszankodás relé érintett, természetes balkezesnél ez az identitás konfliktus. Tehát balkezes akkor tud egy anorexiát létrehozni, ha folyamatosan az a problémája, hogy nem tudja, hogy kire hallgasson, ahogy ezt már Réka az imént elmondta, kinek a véleményére hallgasson, mit válasszon a lehetőségek közül, mindenki beleszól az életébe, és nem tudja, hogy melyik vélemény az, ami számára jó lesz. Az önmeghatározást, ha kiszélesítjük azért, és rájövünk, hogy kik vagyunk mi valójában, akkor ezek a konfliktusok is el fognak minket kerülni, és ez a fajta konstellált állapot se fog létrejönni. A másik oldalon minden más konfliktus is szóba jön, és természetesen, ha balkezesről beszélünk, és feltételezzük, hogy először is volt egy identitás konfliktus, ami ide csapódott be. A következő konfliktusa, mint mondtuk, nem tud máshova becsapódni, csak az ellenoldalra. És ez lehet akkor, kérem szépen, akár birtokféltés, akár rémületfélelem, akármelyiket éli meg, a következő ide fog becsapódni. Tehát azért mondtam el kezdetben a becsapódási sorrendet, hogy utána rájöjjünk, hogy az adott betegnél, nyilván az anamnézis felvételével tudjuk tisztázni, hogy azok a bizonyos konfliktusok, amit ő megélt, miért nem ilyen, hanem amolyan tüneteket okoznak. Na, ez a szép a balkezeseknél. Az autista konstellációt is látjuk itten, a mániás és a depresszív mérlegállást. Ez pontosan az ellenkezője annak, amit az előbb láttunk a mitomán és mitodepresszív esetben. Tessenek megnézni, ugye ez volt a mitomán és mitodepresszív, és ez azért nem járt asztmával, mert ugye nem volt érintett az izomrelé.
Ugyanez a helyzet itt az autistánál is, láthatjuk, hogy ezek a konfliktusoknak a tükörképei vannak, de nyilván, hogy balkezesnek a birtokféltés fog rémületfélelmet okozni, és az identitás konfliktus fog becsapódni a bosszankodás helyére, vagyis a gyomor, epe és hasnyálmirigy relébe, és ez szerint fog kialakulni ez a konstellált állapot, de itt se érintett a nyálkahártya relé, mert, vagy az izom relé, mert ha az izom relé érintett lenne itt bal oldalon, akkor ez egy olyan állapot lenne, amikor is az ember nagyon nehezen tudja beszívni a levegőt, vagyis ezt gége asztmának is nevezhetnénk. A bulimia az pont arról szól, hogy eszik-eszik az illető, aztán kihánya. Miről is szól balkezeseknél? Az ellenszegülés és az identitás konfliktus fogja ezt kiváltani, mert amint látjuk, maga a bulimiás konstellált állapot akkor alakul ki, ha ez a két relé érintett. De ne feledjük, hogy nem az undorfélelem, hanem az ellenszegülés fog baloldalra becsapódni a balkezesnél, illetve a jobb oldali relét balkezesnél az identitás konfliktus fogja lefoglalni. Tehát ezért lesz egy balkezesnél bulémiás állapot, vagyis ha egy balkezes bulémiás, akkor ezeket a konfliktusokat kell tisztázni és megoldani. Az elválasztási konfliktusoknál, mert ugye birtok és elválasztási konfliktusokról szól az ektoderma, valamint azokról a programokról, amelyekben működésváltozás történik. Elmondtuk a birtok konfliktusokat röviden, tömören. Az elválasztási konfliktusok, ugye, mint mondtam, az ektodermális külső bőrön fognak megnyilvánulni, és hát a megjelenésének a színhelyét meghatározza, hogy anyagyerek vagy partner oldali-e a konfliktusunk. Konfliktus aktív szakaszban mindig ugye sorvadás, érzéketlenség és emlékezet kiesés történik, majd a megoldásban jön a fokozott érzékenység, fájdalom, hólyagosodás, visszaépülés, viszketés. Mi van akkor, ha függő aktivitásról beszélünk, remélem még emlékszünk erre az ábrára, vagyis amikor nem jutunk el a megoldásig sem, hát akkor lesz belőle hajhullás, kopaszodás és vitiligó, vagyis kihullik a szőrzet, mert az is ektodermális eredetű, és ezen a pigment rétegen hát fehér foltok fognak megjelenni, mert elsorvadnak a pigment sejtek. Mi van akkor, ha függő gyógyulásról beszélünk, hát akkor lesz korpás a hajunk, akkor lesz pikkelysömör, vagy ekcéma, vagy éppenséggel trigeminusz neuralgia. Az emlő tejkivezető csatornája is elválasztási konfliktusra fog reagálni, mert elszakadt a gyermekem, akit itt öleltem, akit itt etettem, az mostan elszakadt tőlem és elment. Ugye az elválasztási konfliktusnak két megélése van, hogy vagy nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném megérinteni, megölelni azt az illető embert. Konfliktus aktív szakaszban természetesen itt is ugyanaz történik, mint a külső bőrön. A csőnek a nyálkahártyája sorvad, érzéketlen, zsibbad, és a sorvadás következtében a mellbimbó be is húzódhat, hogyha ez a történet a mellbimbóhoz közeli tejcsatornákban van. A megoldásban aztán jön egy nagyon erős, viszkető, fájó érzés a tejcsatornán belül, hiszen jön a visszaépülés, a fájdalom, és az epileptoid krízisben még egy nagyon komoly abszansz is fellép, ezt összetéveszthetik egy petit mal epilepsziával, hiszen a petit mal epilepsziának semmi köze nincs a grand mal epilepsziához, már ezt kollégák értik. Petit mal epilepszia annyit jelent pontosan, ami itt történik az elválasztási konfliktusok bármelyikénél, egy abszansz, egy emlékezet, kiesés, vagyis az ember beszélgetés közben egyszer csak elhallgat, így elbámul maga elé, és utána, mintha visszajött volna,
mintha megnyomták volna nála egy pillanatra a szünet gombot, és utána elengedték, és folytatja ott, ahol abba hagyta. Ezt nevezhetnénk pillanatnyi lelki távollétnek is, de itt azért a pillanatnyi lelki távollét az rengeteg ellentmondást is tartalmazhat, hiszen a lelkünk az hol van, hol nincs. Igen. Nem szeretnék ilyen Igen. jellegű Igen. vitákba belemenni. Egy pillanatnyi távollétet jelent, amikor elfelejtjük mondat közben, hogy hol is van a... Igen. Hogy hol is tartottunk. És aztán folytatott És aztán tovább. Folytatott tovább. Igen. Szóval a megoldási szakasz az gyulladásos tünetekkel fog járni, és ha nem tud a sebváladék kiürülni a mellbimbón keresztül, hát akkor igencsak csúnya, hát biológiai folyamatok fognak itt lezajlani. Tessék a mellről szóló webkonferencia előadást megnézni részletesen. Mint mondtam, a lényegesebb dolgokat emeljük ki, de nyilván elválasztási konfliktusokról van, és birtokkonfliktusokról, mint említettem, külön webkonferencia. A tüdőprogramjaiból a birtokféltést, a szívreható biológiai programokból a birtokvesztést, az angina pectorisból is a birtokvesztést fogjuk megismerni. A Garat és Gége biológiai programjaiból a rémület félelemre adott biológiai választ, a menstruáció és meddőség a szexuális konfliktusokra hívja fel a figyelmet, ugyanígy a méhnyakrákról szóló 40. eset, amit dr. Rike Gerdhammer könyvéből rádiójátékként idéztünk fel, a végbiak biológiai programjaiból pedig az identitás konfliktust fogjuk megérteni. Aztán a krónikus emésztési zavarok összefoglalják az összes bosszankodásunkat, a vizeléssel kapcsolatos programok, a területkijelöléssel kapcsolatos konfliktusainkat, és ne feledjük, hogy van egy ingyen képzés a weblapon, párkapcsolati konfliktusok címmel. A harmadik részben van szó az ektodermális programokról. Külön a szexuális viselkedés változással is foglalkoztunk egy webkonferencián, impotencia, frigiditás, nymphománia, kaszanova, orgazmus címmel. Az Asperger szindróma a germán gyógytudomány értelmezésével rámutatt arra, hogy ezek a különböző konstellált állapotok együttesen milyen viselkedésváltozást tudnak létrehozni. A mellről már bőrről beszéltem, és ne feledjük, hogy a My Studenten Méken a gyakorlatban című előadás felhívja a figyelmet arra, hogy csak az eredeti dallamot hallgassuk, amit bárki megkap, ha ír egy e-mailt a weblapon keresztül. Ez Hammer doktor hagyatéka, én ehhez tartom magam. És ha mégsem gyógyulnánk meg, akkor a Miért akad el a gyógyulásunk című előadást ajánlom. Még akkor is, hogyha mindent megértettünk, pontosan azért, hogy ne csináljunk olyat, ami elakasztaná a gyógyulásunkat. És akkor következik a táblázat utolsó része, ugye értelmes biológiai különprogram, ulceráció, azaz fekélyesedés nélkül. És ide tartozik a legismertebb ilyen program, a cukorbetegség, diabétesz. Ugye itt látjuk az agyi relét, ez a két relé itten a cukorrelé. A bal oldali, a női oldalon levő, az az undorfélelem, a jobb oldali az ellenszegülésre reagáló agyi relé. És ha ellenszegülést élünk meg, akkor a lényeg az, hogy elindul az inzulin kiáramlásnak a megfékezése, azért, hogy emelkedjen a vércukorszint ahhoz, hogy legyen elég energiám az ellenszegüléshez. Tehát ez egy nagyon értelmes biológiai program. Nyilvánvaló, hogy az ellenszegülés relébe, hogy így mondjam, ami a tehát az ellenszegülés érzésé által elindított inzulinblokkolás, nos, a probléma nem az, hogy ellenszegülünk, vagy undorfélelmet élünk meg, a probléma az, hogy benne ragadunk, és ez egy viselkedés mintává, egy szokássá változik. Amikor ezen változtatunk, akkor meg lehet gyógyítani még a cukorbetegséget is.
Itt van a másik program, ugye az undorfélelmi program, amikor meg is ijedek, meg is undorodok egy adott történet kapcsán, de vannak emberek, akik nagyon, mondjam így, hogy finnyásak és mindenre undorral néznek, megvetéssel, és ez is egy olyan helyzet, ami felborítja a cukorháztartásunkat. Nem mennék részletekbe, mert a diabetesről szóló előadásban ebben erről szóltam, és természetesen a kezesség kérdése és a konfliktusok tisztázása az mindig egy alapvető kérdés. Akkor viszont, ha mind a kétfajta konfliktust megértük, akkor már teljesen mindegy, hogy valaki jobbkezes vagy balkezes, mert mindkét programja fut, és a túlélés érdekében emelkedettebb lesz a vércukor szintje a normálisnál, mert ez biztosítja a túlélést, ez a kettes típusú diabétesznek nevezett állapot, és ilyenkor természetesen mindkét konfliktussal kell foglalkozni. Egy lényeges dolog, inzulin kezelésbe kettes típusú cukorbeteg ne menjen bele, mert az elhalálozását megduplázza az inzulin kezelés. Ezt 2013-as orvosi szaklap is feltárta, a diabétesről szóló webkonferencia anyagban ez benne van. A szaglási paranoia is akkor alakul ki, ha ez mind anyagyerek, mind partner oldalon megéltem egy nagyon erős bűzkonfliktust. Mi az, hogy bűzkonfliktus? Valami, ami gyanús, ami kételyeket ébreszt bennem, aminek nem látom a végét, nem tudom konkrétan, hogy mi az, ami nem kerek a történetben, a gyanakvással, bizonytalansággal tölt el. Ez nem a birtokrelét érinti, tehát itt nem lesz viselkedés változás, akinek elvész a szaglása, az a konfliktusok tisztázásával és megoldásával azonnal visszajön. Erre is volt történetünk. És ide tartozik a halláskonstelláció is, ugye, ami megint csak nem birtokrelés, és nem jár ugye sejt építéssel, sejtbontással, hanem arról szól, hogy különböző hangokat fog hallani a kedves páciens, mert azért a hallással kapcsolatos konfliktusa nyilván birtokra vonatkozik. Tehát mondtak valamit a feleségemről, a munkámról, a férjemről, a gyerekemről, amit már hallani sem akarok, erről többet ne beszéljünk, de hogyha mind a kettőről mondtak, mondjuk egy anya megéli, hogy megjegyzéseket mondtak a gyerekéről, és megjegyzéseket mondtak a párjáról, akkor ez a halláskonstelláció, ez ki fog alakulni, és különböző hát kellemetlenségeket fog okozni, mint zajoknak, hangoknak a hallása, vagy akár azt is hallja, hogy hát úgy véli, hogy kapcsolatban van a felső világgal, és hát a hangok megmondták neki, hogy éppen most krumplit kell legyen, vagy babot. Szóval ilyen eseteket is ismerünk, és csak felhívom a figyelmet, hogy itt is ezeket a dolgokat kellene csupán tisztázni. Nos, van a frontális félelem konstelláció, ez az igazi pánik, amikor mind a két homloklebeny relé érintett, mert tehetetlenül ülök egy helyzetbe, mert nincs, aki segítsen, és azt se tudom, hogy merre menjek, de ugyanakkor azt is megélem, hogy kivéthetetlenül jön felém valami, ami lehet, hogy az életemet veszélyezteti, és ezt megélhetjük egy betegség kapcsán is, nem? Amikor kapunk egy lesújtó diagnózist, mit élhet meg ilyenkor egy beteg? Én azt gondolom, hogy a teljes reménytelenség is benne van ebben a történetben, de valami jön velem szemben, és nem tudom megoldani. Nem is, már nem is a probléma megoldására fókuszálok, hanem arra, hogy mennyire rossz ez nekem. Ez a gondolatspirál elvezet bennünket oda, hogy már nem is tudunk problémaorientált, vagy megoldásorientált módon gondolkodni, nincsenek tiszta gondolataink, teljesen megdermedünk a félelemtől,
Itt nagyon érdekes ez a teljes lemerevedek a félelemtől, gondoljunk csak olyan helyzetekre, ami előttünk szemből jövő támadás, mit tudom én, akár egy baleset kapcsán is látunk egy balesetet, szemtanúi vagyunk ennek az eseménynek, és teljesen megdermedünk, nem tudunk a helyzettel mit kezdeni. Ezek azok a nagyon komoly konfliktusok, amikről oda kellene figyelni. De mondjuk a rendelőben közli velem az orvos, hogy áttét van a csípőizületembe, és többől le kell vágni a lábam. Hát ez totális félelem. Tehát most, hát hogy fogok én fél lábbal élni, hogy fogok dolgozni, miből fogok megélni, és a műtét, kiadja a műtét időpontját, és mire odaérek, addigra már nincs egy tiszta gondolatom. Tehát ez a pánika javából ez ilyen történet, és akkor, hogy még szebb legyen a történet, most képzeljük el, hogy itt hátul, tehát itt a nyakszéti lebenyben, a látóközpontban is van fel nem oldott félelem, de viszont a múltból érkező félelmeink csapódnak, amiket még mindig nem engedtünk el, húzzuk magunk után, mint egy koporsó. Nos, ezek a félelmek viszont aktivizálódnak, mert olyan helyzetbe kerülök, ami emlékeztet erre, és most attól fogok félni, hogy ez meg ne történjen ismét, akkor egyszerre félek a múltból jövő érzések miatt, és a jövőtől is, és ez lesz a migrénes fejfájás, ami egyszerűen tisztázható és megoldható, és lezárható egy életre, nem kell hát fél megoldásokat alkalmazni a fél elemre. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a dolgoknak a megértése és tisztázása az igazi megoldás arra, ha nem akarunk betegségekben élni, és nem akarunk egy életen át valamilyen szert szedni. A mozgással zavarok is ide tartoznak a működésváltozásban, mert ha valakinek ledermed valamilyen izomzata, lebénul, az egy működésváltozásnak a következménye. De hát az izmainkat a mozgással kapcsolatos önleértékelések is érintik, ilyenkor sorvadunk, és ezért nem fog működni, vagy először gátlom a mozdulatot félelemből, de amit nem használok és leblokkoltam, az meg másodlagosan elsorvad. Most a konfliktus megoldása után mindenképp fájdalom, izomrángás jelentkezik, és a konfliktustól függően az epileptoid krízisben, akár epilepsziás görcsroham is megjelenik. Tehát egy mozgással kapcsolatos konfliktusról beszélünk, hogy valamit képtelen voltam elkerülni, elmenekülni, képtelen voltam megfogni, kivédeni, és már azt se tudom, hogy merre menjek, és egy csomó következmény konfliktus is van itt természetesen, ezek mind-mind az izmokat fogják érinteni. A motoros konfliktusnak a következménye természetesen a mozgászavar lesz, a mozgás blokkolása miatt, ezt itt látjuk az alsó képen, a kék színnel jelzett relé, illetve agyi terület az, ami a mozgásokat irányítja, és ha kell, akkor blokkolja. Az izomsorvadás már a fehér állományhoz tartozik, itt látjuk fent az ide tartozó reléket, és vannak érzékelési zavarok, szenzibilitási zavarok, ez meg a piros színnel jelzett agykérgi rész az, ami ezeket fogja irányítani, félelem attól, hogy el fognak válni tőlem, tehát elszakadástól való félelem, ez is ide tartozik, hisz már nem úgy mozgok, mint eddig. Most vannak tipikus mozgászavarok, mint a féloldali izomsorvadás, ez az amiotrofiás laterálszklerózis, mert önleértékelés, önpusztítás. Van a mozgás gátlásából adódó előadás is a szklerózis multiplexről, amit Réka Szeresd Magad programnak nevez. Tehát erről lehet egy külön webkonferenciát megnézni, éppen úgy, mint a haráncsikolt izomzatról. A Parkinson korról is készült egy webkonferencia anyag, Korea Minor, illetve a tikkek is ide tartoznak.
illetve vannak visszatérő mozgászavarok, az epilepsziás görcsök, visszatérő izomgörcsök, tessenek megnézni a alsó végtag programjait összefoglaló előadást, és ott látjuk, hogy a dupla békjó konfliktusok tudnak igen kellemetlen izomgörcsöket, valójában érgörcsöket okozni a szervezetünkben. Vannak helyzetek, amikor hát átvernek minket. Vagy én magam csinálok valamit, amitől úgy érzem, hogy bolondot csináltam magamból, elveszítettem az arcomat. Amikor ez a DHS, hát akkor a biológiai válasz a féloldali arcnak a lebénítása lesz, és nyilván az arc elhúzódik az egészséges oldalra. Na most ilyenkor már következmény konfliktusként megélhetjük azt, hogy most már tényleg úgy nézek ki, mint. És ha tisztázzuk a konfliktust természetesen és megoldjuk, vagyis ha nem azonosulunk se a biológiai testünkkel, se a tudásunkkal, sem más embernek nem akarunk megfelelni, akkor ezek a konfliktusok is elkerülhetőek. Ne feledjük el, hogy ezeket a konfliktusokat súlyosabban megélve teljesen más korképek fognak kialakulni, például amit agyvérzésnek vagy érkatasztrófának neveznek. Külön kiemeltem itt a nyilakkal, hogy balkezesnek a bal füle természetesen partner oldallal kapcsolatos, hallással kapcsolatos konfliktusát jelenti, mert valamit nem akarok meghallani, ami partner oldallal kapcsolatos konfliktus. Teszem azt, már unom a szomszédnak a veszekedését, vagy unom a munkahelyemen azt, amit ott egyfolytában beszélnek, kifejezetten egy embernek a monológiát, és ahhoz, hogy én ezt ne halljam, konfliktus aktív szakaszban elkezdem a hallószervemnek, a korti szervemnek a leépítését, vagyis a hallás vezetésének a megszüntetését. Tehát nem sejtípusú lebontásról, építésről van szó, hanem blokkolom a hallásnak a továbbítását, az idegi továbbítását, és figyelmeztetésként megkapjuk a fülcsengést, hogy ezt azért még idejében leállítsuk, tisztázzuk és leállítsuk, mert ha ez nem történik meg, a megoldási szakaszban az adott frekvencia örökre elvész, tehát arra frekvencia sávra süketek leszünk. Ugyanerről, ugyanitt van ugye az egyensúly zavar is, az egyensúly érzés is a belső fülhöz, a körkörös, félkörös ívjáratokhoz kötődik. A hallás és egyensúly érzés zavarai című előadásban részletesebben beszéltem. Természetes, hogy itt is a balkezesnek a baloldali egyensúly érzési zavarát fogja elindítani az, hogyha partner oldali a történet, vagyis balra fog húzni a szédülése. A látással kapcsolatos történeteink is ide erről szólnak, ugye a szemről egy külön webkonferencia szól, és nyilván sejtszintű sorvasztás indul el minden vizuális elválasztási konfliktusnál, kezdve kötőhártya, aztán a szaruhártya, szemlencse, és egészen le a retina, ami ugye makula degenerációt jelenti, valós sejtszintű sorvasztásról beszélünk vizuális elválasztási konfliktusnál, de mint említettem, a hátulról jövő félelmek viszont el fognak vakítani minket, és nem fogjuk tisztán látni a helyzetünket, csőlátók leszünk a glaukóma miatt. Itt van a vizuális elválasztási konfliktus következménye, mint kötőhártya gyulladás ábrázolva. Nos, a további információk a diabétesről, izmokról, Parkinson-kór, szklerózis, multiplex, epilepszia, agyvérzés, hallás, egyensúlyzavar, személyzet, az idegbántalmak, neuropátia, neuromielitis, ez most fog kikerülni a weblapra,
már készen van. Ezekben az előadásokban kapunk további információkat. Úgy gondolom, hogy a mai összefoglalás is azért egy jó, de rövid áttekintése volt az ektodermális programoknak, kifejezetten a balkezesek szempontjából, de a jobbkezesek is bőven tanulhattak ezekből a fóliákból, és rájöhettünk megint, hogy nem a korunk, és nem a nemünk, és nem a testtömeg indexünk dönti el, hogy megbetegszünk vagy nem, hanem csak is az számít, hogy hány filmet nézünk, hány fel nem oldott konfliktusunk van, és amíg azt érzelmileg nem oldjuk fel, hát addig a sinek, azaz a pályaudvarok gondoskodnak arról, hogy ne legyen unalmas az életünk. Az egyes különprogramok ismeretével viszont felismerjük az okokat, a tüneteket természetesen, és ezek alapján valós megoldást kezdhetnénk a gyógyulásunk érdekében. Én azt ígértem a kedves hallgatóknak, hogy kicsit elmélyedek pár gondolat erejéig a balkezesek lelki világának bugyrai bemutatásában. Nem kötelezőszerű, de tipikusan balkezesekre vonatkozó információkat fogok megosztani. Azt hiszem, hogy rengeteg ember épülésére szolgál. A biológiailag balkezes az folyamatosan ellenszegül. Őnek egy kicsivel erősebb az akarata, nem is tudja ezt másképp kifejteni, csak úgy, hogy néha indokolatlanul is, számunkra indokolatlannak tűnő módon is reagál. Néha előbb jár a szája, mint ahogy gondolkodik. A biológiailag balkezes az, aki végsőkig tud küzdeni. Ő az, akinek olyan erős akarata van, hogy a lehetetlennek is neki megy. A biológiai balkezes nagyon sokszor sok mindenben belefog. Ha egy problémával néz szemben, akkor előfordul, hogy sokkal hamarabb látja a megoldást, mint mondjuk a biológiailag jobbkezes társai. Ez benne rengeteg feszültséget kelt, hogy nem veszik észre, hogy rossz irányba megyünk, hogy hülyeséget csinálunk, hogy ezt nem így kéne. Emiatt azért nem mindig a társaság középpontja, mert vannak olyan erős megnyilvánulásai, amit nem mindenki ért. Saját tapasztalatom, én is biológiailag balkezes vagyok, hogy balkezes társakkal vagy nagyon jól kijön, vagy dominancia harcot vív. Ez azért is érdekes, mert néha a balkezesek reakcióikból könnyebben megértik egymást. Nyilván, hogyha a másik megváltoztatása a cél, vagy a másikra való hatása a cél, akkor ez konfliktus forrást jelent. Érdekes azon is elgondolkodni, hogy mennyi mindenben kell a kitartás. Én azt gondolom, hogy a biológiailag balkezes az, aki a végsőkig tud küzdeni az állatvilágban, az élet-halál harc zömében balpatások között zajlik. Rengeteg olyan történetről tudunk, ahol egy balpatás állat már legyőzte a riválisát, de még akkor is küzd, és gyakorlatilag akkor tud megnyugodni, hogy a rivális őt tovább nem fenyegeti, hogyha az életét veszi. Ezt láthatjuk a szarvasoknál. De látunk ilyen pofoszkodó, verekedő hímnyulakat is az útszélén, és annyira bele voltak a harcba merülve, hogy nem is látták azt, hogy ott autók közlekednének. Érdekes az, ahogy a balkezes küzd, utolsó cseppéréig hajtja a célba való eljutás. A biológiai balkezes ember az mindig talpra áll. Van egy kellemetlen oldala is a biológiai balkezességnek, a hangulatingadozás. A biológiailag balkezesek nagyon könnyen esnek mániás és depresszív
ciklusokban, különböző helyzetekben. Hol a fellegekben járnak, világmegváltó terveik vannak, óriás ötleteik, hogy mit lehetne, mit kéne csinálni. Zömében ezek a tervek használható, konkrétan megvalósítható tervek is. Másik pillanatban pedig végtelen szomorúság jellemzi. Ezeket a hangulatingadozásokat kellene tudni kezelni ahhoz, hogy a balkezes is önmagával szemben ne legyen ellenszegülő. A balkezesek nagy része nehezebben illeszkedik be egy új társaságba, mint mondjuk egy jobbkezes. Ő kicsit óvatosabb, viszont amikor feloldódik, akkor nagyon gyakran a társaság közepe a figyelem központjába kerül. Hogy a balkezesek hogyan élik meg, a biológiailag balkezesek hogyan élik meg a hétköznapok konfliktusait, nagyon érdekes. Abban a pillanatban, amikor valami nagy célt akarnak elérni, akkor hajlamosak kompromisszumot kötni. Amikor ennek a célnak a kivitelezhetetlenségét vagy megvalósíthatatlanságát ismerik fel, akkor zömében nem tud ebbe a folyamatba sokáig társulni. A balkezes gyerek az, akinek a második keresztneve az, hogy nem akarom. Ne tévesszük össze a dackorszakkal, amikor ez alapvetően előjön. A balkezes gyerek az, aki picit mindig kilóg a sorból. Ő az, aki rengeteg dolgot szeret csinálni, olyanokat, amit mondjuk kortársai nem biztos. A balkezes gyerekeknek nagyon komoly hátrányuk az, hogy nagyon őszinték tudnak lenni, és a véleményüket néha nem tudják finoman megfogalmazni, de ez ugyanígy a felnőttekre is jellemző. Nagyon gyakran a véleményüket éllel tudják kifejezni, tehát a hangjuknak, a szavuknak, a kifejezéseiknek a tompítását, a finomítását csak a megfontolt önmagát jól ismerő és viselkedését, reakcióját kontrollálni tudó balkezesek képesek. A balkezes embereknek rengeteg olyan extra lehetőségük van, hogyha szabad ezt a kifejezést használnom, hogy mivel nem abban a relébe csap be az első konfliktus birtokzónában, amit magában a nemének megfelelő, hanem azzal szemben talál. Ezért nagyon sokszor pont ez a plusz lehetőség ad neki erőt ahhoz, hogy akár hajánál fogva is ki tudja húzni magát a slamasztikából. Balkezes egy küzdő típus, nem adja fel könnyen. Ugyanígy életet fejlesztő, támogató irányba is halad ez a tudatos kitartás, néha az önrombolás irányát is. Ugyanez a biológiailag balkezesség minden mindegy jellemzi. A balkezeseknek van ez a hamarabb jár a szánk, mint az eszünk féle mozgatórugónk. Én azt hiszem, hogy ezt is lehet kezelni. Saját tippet tudnék arra adni, hogy néha álljunk meg, kérjünk 2 perc szünetet, ne kezdjük bele egy újabb mondatba, főleg, ha tudjuk, hogy ez most egy feszült idegállapot következménye. Vigyázzunk arra, hogy a viselkedésünk még mindig akár jobbkezesek, akár biológiailag balkezesek vagyunk, emberhez méltóvá váljék. Én azt hiszem, hogy a balkezesek hangulatingadozásával kellene leginkább valamit kezdeni. Ez az egyik legrosszabb, legkellemetlenebb tünetekkel járó folyamat. Erre is nagyon nagy szeretettel ajánlom az archaikus varázsdallamot. A weblapon elérhető ennek a webkonferenciának az anyaga. Ha a jobb felső sarokban egy jobbra mutató nyilacskára ráklikkelünk, akkor megtaláljuk a YouTube csatornát, ott pedig az archaikus varázsdallamról szóló webkonferencia anyagokat.